Emléktáblát avattak Szepesi György egykori szülőházánál a 13. kerületben. Ünnepi beszédében a kerület polgármestere azt mondta, a legendás riporter gyerekkori élményei egy életre meghatározták a viszonyát az élethez és a sporthoz. Hegy Iván sportriporter híradónknak azt mondta, úgy emlékszik, régen minden gyerek Szepesi György akart lenni, de később rájöttek, hogy Szepesi csak egy van. Én öreg vagyok már, 90-en felül, 95 leszek nem sokára. Három éve Papp László 13. kerületi szoboravatásán készültek ezek a felvételek Szepesi Györgyről. Az olimpiai bajnok bokszoló jó barátja volt a legendás rádióriporternek. Ráadásul mindketten angyalföldiek voltak, a tömeg most viszont Szepesi miatt gyűlt össze. A sportriporter a Váci utca 97-ben született, itt kapott ma emléktáblát. Az angyalföldi Grundon rúgta a labdát. 1934-től 61-ig igazolt játékosként alsóbb osztályban futballozott. Tudta, rájött, hogy profi futballista nem lehet, de így ismerte meg Szusza Ferit, látta Zsengellért. Az utcákon közlekedve géniuszok jöttek vele szembe. Gyermekkorában szenvedélyes rádióhallgató volt. Később pedig már mindenki őt hallgatta. Mondtam a mamának, hogy ez valami fantasztikus, mi ez? Mama mondta, hogy hát Szepesi György beszél a rádióban egy futballmeccsről. Megálltunk az ablak alatt, hallgattam a közelítést, én akkor első osztályos voltam, még nem voltam soha, nem hogy futballmeccsen, sporteseményen. Mondtam mamának, hogy hát ide ki kell menni, mert ha miről így beszél valaki, az csak csoda lehet. Mindig tagadta, hogy a 12. játékos lett volna, mert a 12. játékos a tartalékok valamelyike. Mondjuk Sándor Csikar volt, természetesen. De mindannyiunk családtagja volt. Most az, hogy én az élet megengedte nekem, vagy megadta azt az ajándékot, hogy engem a barátságába fogadott, az más dolog. De mindenkinek, akinek nem volt barátja, annak is a családtagja volt. Nem volt Magyarországon olyan família, ahol Szepesi ne játszott volna szerepet. Szepesi György életében pedig a mikrofon játszotta az egyik legnagyobb szerepet. Így nyilatkozott róla híradónak 95. születésnapján. A mikrofon az volt a szerelme. Ma már hiába mondom, hogy ez az én szerelmem, ezt már nem hiszi el senki, nem is fogadja el senki. Nem, hát a szerelem az olyan, hogy akkor van szerelem, amikor fönn vagyok. És én éjszaka mindig fönn vagyok.